Igen. 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 Mit szeretnél? Melyiket képes? Ez? Az állást gyakorolja Laura. A 4 éves kislánynak még ezért a mások számára alapvető dologért is kőkeményen kell küzdenie. Ő ugyanis születése óta súlyos beteg. Agyi bénulást követően látta meg a napvilágot, emiatt nem beszél, nem jár, de egyelőre még felállni sem tud önállóan. Az állapota ugyan kismértékben, de folyamatosan javul. Májusban ugyanis Spanyolországban speciális műtéten esett át, Szekszárdon pedig hosszú ideje foglalkozik vele profi gyógytornász. 6 hetente jönnek intenzív tréningre, ami azt jelenti, hogy a hét minden napján jönnek ide hétfőtől péntekig, és egy 90 perces foglalkozása van ilyenkor. Az első 45 perc egy manuális lazítás, és a második 45 perc aktív tornán be a Terratox nevű ruhába, ami egy speciális ruha, arra szolgál, hogy egy plusz ingert ad az egész idegrendszernek, gyorsítja a tanulási folyamatokat, hogyha kell, akkor testhelyzetet lehet korrigálni ezekkel a plusz gumis hevederekkel. A szakember azt mondja, Laura állapota nagyon sokat javult, amióta rendszeresen foglalkozik vele. A kislány egyensúlyérzéke alkalomról alkalomra fejlődik. Csak hogy így példát is mondjunk, van egy ilyen lovacskás gépünk, hát amikor először Laura ráült, akkor az nagyon-nagyon nem tetszett neki, most már mosolyogva végigcsinálja rajta a feladatokat. A folyamatos kezelések viszont nem kevés pénzbe kerülnek, ami nehéz helyzetbe hozza a családot. Mivel Laura édesanyja egész nap a kislánnyal van, ezért egyetlen fizetésből kénytelenek élni, amit a család fő visz haza. A kezelések folytatásához nagyjából 1,2 millió forint támogatás lenne szükségük. Ebből 1 évig biztosítanák a gyermek fejlesztéséhez szükséges foglalkozásokat. Azt kérik, aki tudja, támogassa őket bármekkora összeggel. Van egy szinten tartunk, ami heti 1 alkalom, és 6 hetente van egy intenzív torna, ami abból áll, hogy a szinten tartunk, az a heti 1 alkalom az 12 ezer forint, és az intenzív, az az 1 hét, az pedig 5 nap minden nap, az 65 ezer forint. A család tehát minden támogatásnak nagyon örül, hiszen pénzre van szükségük Laura fejlődéséhez. Jó hír, hogy a gyógytornásza szerint a kishős hamarosan megtanulhat önállóan segítség nélkül állni. Ha ez megtörténik, természetesen bemutatjuk majd Laura fantasztikus teljesítményét.